Nagy vitát váltott ki a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló előterjesztés is a keddi közgyűlésen, mondta Fidesz frakcióvezetője. Ezen változtat most a baloldali városvezetés. Ez eddig térítésmentesen, ingyenesen volt elérhető a pécsieknek. 503 ilyen darab készülék volt kihelyezve idős pécsieknél. Na most ez az, amit a városvezetés, a terve és az előterjesztése szerint fizetőssé kíván tenni, ez elfogadhatatlan. 5 millió forintról van szó, mondja a frakcióvezető. Ennyibe került volna az önkormányzatnak a működtetés, de ezt most az idősekre terhelik, miközben nem sokkal később újabb kifizetésről döntöttek, mondja a politikus. Rá 10 percre egy másik előterjesztésben pedig éppen a baloldali városvezetés megbíz ennek az összegnek a háromszorosáért, 15 millió forintért, különböző baloldali, szocialista körökhöz köthető budapesti székhelyű közvéleménykutatókat, hogy arról készítsenek felmérést, hogy a 2021-ben, tehát a tavalyi évben mennyire voltak elégedettek a pécsi városi cégek szolgáltatásaival. Egészen felháborító, és azt gondolom, hogy ez szégyen teljes a városvezetés részéről. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ennek működtetése lenne fizetős a jövőben.